Üdvözlök mindenkit! Az előző részben ott egy elég komoly halál. Igen, ismételte a Pure Black World, ezt megmutatta a geci oldalát is. Hogy megjelent két Black Phantom, méghozzá ezekből a hájas homoszexuális bohócokból, akiknek én kurvára ültem, hogy végre ezek nincsenek itt. Mert azokat ugye megöltem, dobták a kulcsot, meg ilyeneket, eltűntek, és egyből körbe zártak, geci. Egyből kettő, és nyomadtak egy olyan fasz a one hit killt. Hogy én azt el nem tudom nektek mondani, tehát geciség felső fokon. Persze a kettő között találom magam egyik pillanatra a másikra, ugye? Na nem! Na azért bazd meg. Ne! Na, ez is mondja, néha őket meg lehet bénítani, néha meg nem. Mindegy, inkább óvatosba. Ahhoz képest, hogy milyen enervált buzin tudnak ütni, ahhoz képest nem lebecsülendők. Ne, a tévé is most akar kikapcsolni, bazd meg! Igen, erről beszéltem. Ne, Istenem! Ezt nem mondott komolyan, hogy van hitel, bazd meg, rohadt tűzbombá! Istenem! Ilyen nincsen. Komolyan ilyen nincs. Ez lehetetlen. Igen. A jó oldala a farmolás ennek a világnak. A rossz pedig bazd még így, hogy szopsz, mint a torkosborz. Tényleg. Bőnyel a két kézzel. Szívunk, mint a torkosborz ezekkel a gyökerekkel. Jó, én most nyomatok itt egy speedrun. Persze ezeket kiírom, mert ezek gyorsak rohadjanak meg. Az ellenfelek többségét átvágom magam pikpak, hát és bazd meg! Nevetséges. Erre nem tudok más mondani, mint azt, hogy nevetséges. A kurva anyja büdös bazd meg, aki kitalálta ezeket. Random már kezdtem örülni, na most kitaktikázom a büdös nagy buzi fejüket. Erre bazd meg akkor nyomatott egy ilyen one hit killes cuccot. Pedig ez még csak nem is egy neves NPC, hanem egy ilyen szar bazd meg, szar zsíros bödön köcsögláda. Ez azért van, mert biztos, hogy közelben van a Prime Evil Demon, és egy kargyújtás nyilván a céltól, akkor másodjára ölnek meg. Nem is értem, még csak kettő jön amúgy, jöhetne egyszerre három igazán. Büdös picsába áll, baszki. Jó, mondjuk most Old King Dorannel se küzdenék szívesebben, tehát... De legalább ezekkel még el tudok bánni. Mikor pont ezen akadtam ki, mint az órarugó, hogy mindig egy másik ellenfél nyírt ki, már faszom ki volt. Na jó, rólatok is ennyit. Még egyszer kiírnak ezek, én alkoholista leszek, de komolyan mondom, alkoholista. Azért víz helyett vodkát fogok inni állandóan. Kurva Isten faszát már. Tuti megint van hitelni fognak amúgy. A jó kurva anyjukat már.
Hát jó. Ez is azért... Ne. Agresszív kurva anyádat már, de tényleg neked is. Tényleg. Ijászokat is még, gyerünk. Ilyenkor úgy néznénk ki, mint aki megfejli a kardját. Mennyi lélek van nálunk? 48 000. Ne már tényleg bazd meg a kurva anyádat már azt. Most van nekem elegem. Jó, tudjátok, mindig megközelíti a problémát másik irányból. Speciál, mivel már ötödször elő meg ez a két faszfej, rohadtul unom ezt a mostani útvonalat. Aj, bazd meg, komolyan mondom, ezek undorítóak. Mi az, ha jó one hit kill, bazd meg egy ilyen csicskától? Ki ez már te? Jó, azaz. Itt a poise az még szarabb, mint a Dark Souls 3-ba, bazd meg. És itt a Primeval Demon, yeah! Akkor zsír, mindjárt visszamegyünk azért a kb. 80 000 lélekére, amit ott hagytam. Csak előbb öljük meg ezt a szart. Vagy... ne öljük meg, mert akkor lehet azok eltűnnek onnan. Ugye akkor... annyi a Pure Black World-en ezek. Na mindegy, szóval itt van az a rohadt Primeval Demon. Most már akkor is megölöm ezeket a szemeteket, nem érdekel. Mondjuk ez így pont nem hoztam össze túl jól. Mindegy, ezek nem olyan gyorsak, hál' Istennek. És ilyenkor ütök mellé, bazd meg ennek is. Komolyan mondom, már kiborító, hogy milyen béna vagyok. És most tuti megint meg fog halni, akkor annyi 80 000 léleknek. Na az egyik visszament. Gyere, te kurva! Egyedül legyen nagy a pofád, bazd meg! Rohadt szemét állatok, bazd meg! Miattatok ment fel a vérnyomásom megint, bazd meg 260-ra exponenciálisan. És akkor csak 5696. Jó, oké, mindegy. Egynek annyi. De legalább szép lélekmennyiséget szedtünk össze. De geci vicces itt valaki. Laza one hit kill. Egy ilyen csapással. Meg amúgy egy ilyennel is. Még olyan enerváltan mozog, bazd meg. Na jó, a jumpetekkel már megértem, de akkor is. Fú, bazd meg, te csicska, te ott dögölné meg tényleg anyáddal együtt a szülőszobába. Ez. Nagyon felidegesített ez a két csicska. Most mondanám, hogy jó jártam, hogy van nálam 3 darab chunk of clearstone. De leszarom, mert nekem az nem igazán kell. Hopsz, ezt nem így akartam. A kurva isten faszát, bazd meg, most mehetek körbe.
Jajajajajajaj, mindegy, legalább meghaltak ezek a faszopók. És tudunk lépni két szintet. Mikor nem örülök, hogy 25 percet elbasztam ezzel. Mondjuk abban a nagy része úgyis ki lesz vágva, mert igazából csak kurva anyázás volt. Kihasználta olyan magyar nyelv az milyen változatos káromkodás terén. Mást úgy nem igazán lehetne hallani. A gyere te... Szar. Colorless Demon Soul. És akkor most húzhatunk vissza a Nexusba. Jól megérdemelt szintlépése, kurvára megérdemlem. Utána nem tudom, hogy most akkor nyomoljunk ezzel a Guillotinex-el. Lehet kéne. Lehet ezzel kéne akkor most már. Mert akkor cserélek varázslatot. Tényleg. Az Enchant Weapon meg a Poison Cloud-ot akkor kiteszem és helyre berakom ezt a Light Weapon-t. Ugye ez azért komolyabb, és ezt a azért tudom alkalmazni a... Mi a fenémre? Guillotinex-re. Meg akkor ezt a kettőt Endurance-re fogjuk rányomni, és akkor... És akkor már tudunk rendesen gurulni, vetődni. Ott van, erre rá lehet majd nyomatni. És akkor kicsit erőseket fogunk sebezni. A Colorless Demon Soul-okat ám nem ellőni. Azok egyedi fegyvereknek a fejlesztésére vannak. Tökéletes. Azaz. Tudunk jól gurulni, vetődni. Tegyük le a cuccainkat, és akkor fejlesszük ki ezt a fegyvert. Maxosra. Ugye ennek véget farmoltam azt a rengeteg Greystone-t. Mondjuk a Dragon Longsword az nálunk maradhat, mert az... Igazából nem foglal sokat. Pajzs nem kell, Heavy Bolt nem kell, meg... Igazából tököm tudja. Reci, jó ez a fegyver. Annyira örülök, hogy megvan. És az azt hiszem olyan, hogy nem kell plusz 3-asra fölhúzni normál, hanem nullából lehet egyből rányomatni ezt a Crushing Infused. Még hogy egy kicsivel több Greystone is kell, van plusz egy chunkom, meg még plusz 60 valahány darab shardom. Több, mint a kellete. 101-et sebez ez a fegyver. Hát igen. Nincs ez még kihúzva. Remélem jó kis scale-t ad hozzá ez a Greystone-os biznisz. Azaz. Mennyi lesz már kapásból? Aha, elég jól nő a scale. Elég jól nő. Tehát... Strength-re essel, scale-el így. A fegyó. Master Basher's Trophy. Jó, mondjuk ez most így... Kinézve nem tűnik olyan soknak. Tehát 250. De ebben most nincsen tűsebzés. Meg erre rányomjuk ezt a Light Weapon-t, akkor... Ezzel kéne lehet kiírni az Old King Dorant. Lehet ezzel már neki is esek majd. Sőt, nem hogy lehet. Biztos. Na, picsába. Szerintem az lesz. Most már akkor ilyet Old King Doran. Mondjuk így is tud van hitelni minket. De így bízom benne, hogy jobban fogjuk sebezni. Mert az egy dolog, hogy ő se bírta ott a tüzet. Az csak egy dolog. De attól még lehet jobban járunk a csak fizikai sebzéssel.
mert így mert még pakolunk a strength-re, tegyük fel 20-at. Vagy nem tudom, akkor ez elég jókat fog sebezni ez a fegyver. Ma a Dragon Longsword igazából csak 151-et. Ugye az a... Ezzel nem érünk el olyan messzire. Mármint ezzel nincsen szúró támadás, úgy értem. De jó, jó fajtának néz ki. Nézzük már meg egy backstabet, hogy milyen az animációja. Hát... hátba szexuáltuk szolidan. Jó fénynek tűnik. Viszont az a Dragon Longsword is baszott jó kis fegyver. Meg ami nekem még így bejön, az a Meat Cleaver. A Greatsword az viszont nem annyira. A Meat Cleaver az viszont tényleg, tehát fejleszteni se kell. Csak pakolni a Strength-re, Dex-re, meg Fate-re. Mert még plusz mágikus sebzése is van, hát szerintem elég jó. Vagy lehet ezt quality-ba kellett volna, mert akkor ugye kiegyeníti a strength meg a dex scale-t, és ha mindkettőre pakolunk, mert ugye ezt beszéltem, hogy Dark Souls 3-ban az úgy jobb, de akkor meg csak C-vel scale-el, azt hiszem. Az S az pedig messze jobb, még az A-nál is. Arról nem is beszélve, hogy akkor a C-nél mennyivel. Na mindegy, meglátjuk, hogy mennyire bírunk el így Dorennel. Meg ezzel a vörös szemű kurvával is itt. Szerintem ugye új one hit backstab lesz. Vagy lehet csak a tűzsebzés miatt volt, azt nem tudom. Ja. Ez így is one hit. Hu-hu-hu, batárul néz ki. Ja. Most mondanám, hogy így, hú, de kemények vagyunk, 38-akat ráverünk. De ez így kurvára nem lesz jó, hogy... De itt tényleg érdemlegeseket sebzünk. Ez a light weapon rá, ez pláne nagyon jó. Júj! Jó, gyerekek. De ne már! Bazd meg! Nem érdekel, akkor is kinyírom, beszarom. Persze, csak a következő videóban. Ami a jelenlegit illeti. Ha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot. András voltam. Sziasztok!